babam minin irişürü gil tanı hanı köbüşürü aksağı tökü doluğa yargı tekim köptür ökinin sakta kaymağı Tisztelettel köszöntöm a HUM Televízió kedves nézőit Sorsunk Alakítói című műsorban. Mai vendégünk Csikós Juhász Imre, aki, hát én úgy látom az által készített újságból, és hát már többször beszélgettünk, hogy egy igazi nagy harcos, aki persze, hát ezért meg is kapta a magáét. Arra szeretnék kérni, kedves Imre, légy szíves, vázolt föl, hogy hol születtél, hogyan jutottál el odáig, hogy harcossá lettél. Persze, hát úgy is lehet mondani, hogy ez a harc valóban egy kényszervállalkozás nálad is, mint ahogy nálam is. Hát megköszönöm a szót, üdvözlök mindenkit, és nagyon megható, hogy olyan emberek harcolnak a jogainkért, a fönnmaradhatásunkként, mint a HUM Televízió és a maroknyi kis csapata. Megköszönöm nekik a tevékenységüket, és nagyon szeretném, ha rövid időn belül egy elkészült falurendszer, miköré 15 tanya épülne, majd vendégül fogadhatná azokat a kemény magukat, akik vinnék a híreket, hogy hogyan élhetnénk. Mint kérdezte? Most akkor légy szíves, akkor gyerekkor te hagyd ki, mert tudnék, azért szoktam megkérdezni olyanoktól, akik hát érdemesek arra, hogy én megismerjék őket, hogy meg lehessen érteni, hogy miért csinálja, mit csinált. Hogy rettentő problémát jelent embereknek, akiknek pillanatja még nincsen nagyobb bajuk, tehát lehet, hogy éppen csak megélnek, de még nincsenek eladósodva, hogy belegondoljanak, hogy miért csináljon pont ezt, amikor így is megélek. Tehát meg kell mutatni, hogy innen ide lehetett jutni, és ha ő most máshol van, lehet, hogy ő ugyanide fog jutni, csak azért jó belőle látni a példákat, a mintákat. Tehát mondd el egyszer, hogy hát születtem, tehát így, egy negyed óra bőven elég nem kell. Hát 48 évvel ezelőtt születtem Pásztón. Talán kicsit azért kezdődött másképpen a gyerekkorom, mert egy 56-os sorállományú katonatiszteket szállító személy volt az édesapám, ki a Varszava átsúlésén időnként, mikor embereket szállított, vitt engem is. Így ismerkedhettem meg már 5 éves koromban azzal a történettel, amit később tudatosan is elkezdtem csinálni. De mint gyerekember, édesapámnak köszönhetően, hál' Istennek, már 5 évesen rögzült a tudatalattimba, hogy a becsületes embereket meg kell védeni. Mert egy becsületes ember az nem ismeri, hogy milyen gonoszság van a háttérben, és hogy bárkit hogyan tetetnek tönkre, vagy ha kell, háborúkat robbantatnak ki, azok a személyek, akik az aranykészlet, gyémántkészlet és a pénz 70-80%-át birtokolva időnként megszüntetik Oroszországot, időnként megszüntetik Amerikát, időnként meg akarják szüntetni hazánkat, Magyarországot. Az aranybullán tartalmazza, hogy amennyiben Magyarország külső-belső támadásnak van kitéve, fegyverrel is kötelességünk megvédeni, ha kell az életünk árán is. Most akkor a gyerekkorodon, hogy mondja, ez meg, hogy mit tanultál,
mert tudom, hogy őrzővédő, meg egyéb foglalkozásaid is van, de hogy ez hogy alakult ki. Tehát, hogy amiket te tanácsokat mondasz, a szakember mondja, hát jó az, hogyha látsz. Mert majd fel fogsz olvasni, ugye, egy ilyen... Állattenyésztés, növénytermesztés, hivatásos jogosítvány, négyes szakmunkás bizonyítvány a mezőgazdaságon belül gyakorlattal rendelkezve gazdálkodtam, de gyerekkoromban megéltem azt az élményt, amit sajnos most nem engednek megélni a gyerekeknek, mint például a kendermagos tyúk, mikor előjön a kis alommal történetét, amit a nagymamám engem a karján tartva, mikor meglátta a kendermagos tyúkot, kiszaladt velem az udvarra, belemarkolt a kukoricakásába, beletette a kezembe, és közölte. Kisunokám, most szépen mozdulatlanul csak tartsd a kis kezedben ezt a kukoricakását. A kendermagos tyúk, ami dörzsöltebb az átlag tyúkoknál, többnyire még a róka se tudja elkapni, mert dörzsölten helyezkedik el, mintha tudatosan tudná, hogy hogy kell magát is megvédeni, és a például őt vezető, szóval őket kiköltött, ő általa kiköltött kis csirkéket is. Most a kis csirkéket odacsalja a gazdához, a barátja, a gazdája karján lévő kis unokát kis csirkének tekinti. Az a buta tyúk. És csak annyira csíp bele a kásába, hogy az a kása evése ne fájjon a kis unokának, de mivel éhes eszik. Ekkor a nagymama mondja, hogy kis unokám, tedd le nyugodtan a földre a kezedet. És mikor beletottyannak a kis csirkék is, akkor nem csak a szám marad nyitva és a szája meg a kisgyereknek, hanem a szeme is nagyra nyílik. Jó volna ezt a történetet megélhetnék a gyerekek, mert aki ezt gyerekkorban nem érzi meg, az többnyire nem tudja elképzelni, mi az, hogy állatszeretet, közvetlenség. Többnyire egy egészséges macska, kutya automatikusan odajön hozzám. Gondolom az állatok jobban megérzik azt a kisugárzást, amit egészséges emberből többnyire kisugárzik. De az egészséges ember egészséges virtus is kell, hogy éljen. Édesapámnak köszönhetően 5 éves koromtól 15 éves koromig tudatalatt készültem, 15 éves koromtól pedig tudatosan készültem arra, hogy hogyan kell megvédeni azokat a becsületes embereket, akik igenis tenni szeretnének a jövőnkért, gyermekeink jövőjéért. Mi volt ez a készülés, gyakorlatilag sportoltál, verekedtél? 11 éves koromban gombostűrrel lövöldöztem, nem széltáblára, plusz ahogy édesapám fölhívta a figyelmemet dolgokra, az a csibész dolgok nem szemtől szembe történnek, mondta. Közölte, fiam, ahogy téged megismertelek, meg tudod magadat védeni. De ha például bemész egy kocsmába, légy jóba a kocsmárossal, mert ha kocsmáros nem haragszik rád, és kitör a kocsmába egy verekedés, akkor te nyugodtan a pultra könyökölve sörözgethetsz, nézheted a bolond emberek bolond cirkuszát, vagy a jogosan fölháborodott emberek igazságtételét, de nem fogja a kocsmáros hátulról szétütni a fejedet. Na most neki köszönhetően szereztem meg a szakmáimat, mert ritkán szólt édesapám, de a szót akkor azon mindenki elgondolkodott, vagy mindenki elmosolyogott. Egy ilyen erős kritikát kaptam tőle. Fiam, nem nekem tanulsz. Magadnak tanulsz, és amit megtanultál, azt nem vehetik el tőled. Ezt mondta nekem, mikor egy fél év után behívatták a bukásra álló gyerekek szüleit, és elmondták, hogyha az órán a gyerekek az mellett, hogy sakkoznak, kártyáznak, és megbeszélik az előtte való napi csajozásukat, egy kicsit az anyaggal is foglalkoznának, akkor talán elég értelmesek is lehetnének, plusz tudnának felmutatni is valamit. Na most nem hazudtak rólunk. Édesapám, mikor utána elbeszélgetett velem, a vállamra tette a kezét, mikor sétáltunk a kosárlabda pályán, róla köztudott volt, hogyha valamit megfogott, akkor ezt nem lehetett kivenni a kezéből. Nem volt nagy darab ember,
De ha ketten megfogtunk egy 130 kilós értést, azt feldobtuk a teherautóra. Most édesapám a vállamra tett kezével, erős fogással fogta a vállam. Gondoltam, most jó szájon leszek vágva, és megérdemlem. De nem bántott. Ekkor mondta azt, hogy fiam, magadnak tanulsz, és amit megtanultál, azt nem vehetik el tőled. Egy nagyon erős történet sorozaton keresztül menve, így 48 évesen, megkönnyeztem, mikor visszaolvastam a utolsó már leírt írásomat, mikor Zente Ferenccel folytatott beszélgetésemet leírtam, és ő visszahozta a dokumentumokat, az eredeti bélyegzőkkel ellátott paksamétámat, rendőrség, óbuszman, legfőbb ügyészség bélyegzőjével ellátott anyagot. Ekkor Zente Ferenc ezt mondta: Csikós, visszahoztam, mert ez jobb helyen van nálad. De az eredetivel megegyező paksamétádat több helyen letettem, és megígértettem velük, ha tudnak, segítsenek. Érte, Csikós? Megígértettem velük, mondta. Én is csak illetékesnek vélt személyeket találtam, ahogy te is írtad az írásaidban. Felelős, felelősségre vonható személyeket nem. Ha most, mikor könnyes szemekkel ő távozott, néztem a hátát, a zserbó mellett állva, és eszembe jutott egy 5 éves koromban megélt történet, mikor egy Varszava, édesapám által vezetett Varszava, hátsó ülésén ülve, hallgathattam egy elköszönő, édesapámtól elköszönő katonatiszt mondását. Ezt mondta: Csikós, bárhová mennék is kivégeztetnek. Nem azért hagyom el az országot, mert féltem az életemet. Meg kell védenünk az utókort, a fiattól alig pár évvel idősebb gyerekembereket ki kell képeztetni erre. Ehhez időt kell nyerni. Ez hányban volt? Ez 42 évvel, 42 és fél évvel ezelőtt. Az hány? Most jelen pillanatban az évek összefutnak, főleg 2007 óta. Tehát 70 körül. Amikor elkezdődött a rendszerváltásnak nevezett gengszterváltás, ami oda vezetett, hogy a TS-eket, gazdaságokat, vidéki munkahelyeket megszüntették jogutód nélkül, és a vidékieket rákényszerítették a fekete munkavégzésre, vagy a városokba jártak munkát végezni, alvállalkozóként vagy feketén, a nem kifizetett, elvégzett munkákra. Na most azt mondtad nekem, hogy édesapád közvetlenül hallotta az ott lévőktől, hogy 56-ban Kossuth téren úgy volt. Szeretném, ha elmesélnéd, amit neked mondott, mert nekem új volt. Tehát én már nagyon sokszor mondtam embereknek, akik azon vitatkoztak, vagy hát egész előadásokig ugye tartott ez a vita, illetve nagy előadások voltak, hogy Jézus mikor pontosan, ahol mit mondott, mondom, emberek, álljon már meg, mert nem tudjuk pontosan, hogy ki miért kezdte a lövöldözést a Kossuth téren. Na most te ugye hallottál valamit, szeretném elmondani, mert nekem ez egy hiány, te ennyitett. Hát 56-ban megismétlődött 1849 története. Ezt nem édesapámtól tudom, hanem mivel gyakran vitt abba a Varszavába, a vele beszélgető, most már tudom, hogy tőle elköszönni érkező 56-os, már többnyire nem élő katonatisztek. Remélem élnek közülük páram, és ezek az emberek hallják esetleg majd ezt a beszélgetést, örülnék neki, ha fölvennék a televízióval a kapcsolatot, esetleg leülhetnénk beszélgetni, mert nagyon szeretném, ha nem zárnák le az 56 történetét úgy, hogy ez nem bizonyítható, vagy nem megfelelő információ alapján nem hozzuk nyilvánosságot. Most én hasonló dolgokat hallottam, amit te így elmondtál, de azért sokkal pontosabb volt, hogy te elmondtad, mert nyilván ugye szemtanúkról volt. Tehát nem harmadnegyedik.
Tehát hogy volt azzal a fankkal konkrétan? A Kossuth téren, mint mondtam, megismétlődött 1849. Orosz katonatisztek a világosi fegyverletétel előtti estén megszólították a magyar katonatiszteket, hogy ami fog veletek történni, azt mi nem akarjuk, ezért az éjszaka leple alatt hagyjátok el a harcteret, és nem fogunk utánatok menni. Ismerjük az aradi vértanúink gondolkodását, és a virtussal, egészséges virtussal rendelkező magyar emberek gondolkodását. Most sem hagynák el a területet, mert ők a hazáért, ha kell, büszkén az életüket adták. És adnák is a magunk fajták. Na most 56-ban egy darab orosz harckocsi állt be a Kossuth térre, és kiszállt belőle egy kis katona egy dobtáras géppisztollyal. Utána kiszállt egy katonatiszt, és végigpásztázta a tömeget. A leghangosabban kiabálót megszólította, a tudott magyarul. Tört magyarsággal, ahogy elmondták ezt a történetet, az előadni, tudást átadni tudó emberek, akik úgy el tudták mondani a dolgokat, hogy én például műveletlen gazdemberként magam előtt látom lebegni ezt a képet, ahogy ők elmondták. Ami sajnos nagyon kevés van manapság. Ezt ad át. Attól elmond. Szóval kiszállt ez a katonatiszta harckocsi védelméből, és a leghangosabban kiabálót megszólította. Te, aki ott a legjobban kiabálsz, gyere ide hozzám. Ez az ember futólépésben szinte támadólagosan ment neki, hogy te hülye orosz, mit akarsz te tőlem? Ekkor mondta neki, hogy ti fegyvertelenek vagytok. Mi pedig fegyvertelenekre, mondta, nem vagyunk hajlandók tűzparancsot kiadni, főleg úgy, hogy igazatok van. Mikor megértették egymást, a harckocsi tetejére mentek egy kenyeret ketté törni a barátság jeléül. Ezt a mindenkire veszélyes gazember banda, aki pénzért, hatalomért mindenre képes volt, látva és nagy riadalmat keltve bennük, tűzparancsot adtak ki, hogy a mezőgazdasági minisztérium melvédje mögül, hogy közvetlenül ne tudjanak visszalőni rájuk, kezdjék el lőni a tömeget, mert abból nagyon nagy baj lesz, ha Budapesten és Magyarországon állomásozó oroszok esetleg átállnak a magyarok mellé. Na most így a káosszal akarták megszüntetni ezt a lehetőséget. Ekkor nagyon nagy szabálytalanságot csinált az orosz katonatiszt, mert nem szállt vissza a harckocsi védelmébe, hanem kikapta a kis katonája kezébe a dobtárast, és ki akarta lőni a géppuskást. Ekkor már az AO-sok tűzparancsot kaptak, de először egy géppisztolyos kapott utasítást, aki egy rövid sorozattal leterítette ezt a katonatisztet. A több sebből vérző katonatisztet levitték a hídlábához, ott vérzett el. Ekkor még beállt kettő darab orosz harckocsi, az egy harckocsi segítségletére, és túl közel álltak a mezőgazdasági minisztériumhoz, ezért nem tudták fölemelni megfelelő magasságba a géppuskákat, de elkezdték lőni a mezőgazdasági minisztériumot. Nem sokkal később az alvezér a fejlékül maradt hat testre rátelepedett, aki nem egészen emberként gondolkozott, csak parancsot hajtott végre, és kivezényelték nem sokkal később a Magyarországon állomásozó orosz hadtestet. Utána kellene nézni, hogy a magyar-orosz határszére érő katonatisztek hova lettek szállítva a hadtestől, hazaérkeztek-e utána egyáltalán, mi lett azzal a hadtesttel, amit háttérbe vezettek, de azt tudjuk, hogy a utánuk bevezényelt, semmiről nem tudó, vodkával berúgatott. Szuezi csatornát keresőkkel viszont széttapostatták azt a még maroknyi csapatot, azt a kis magyar nemzet vér. Köszönöm, hogy elmondtad, és azt gondolom, hogy ha ez így van, hát gondolom, nyilván így van, akkor ezt más is tud róla, akkor ennek a katonatisztnek, talán a kis katonánk is, de főleg a katonatisztnek szobrot kellene állítani. Hát minimum, minimum. Tehát ez egy tisztességes, rendes ember volt, teljesen mindegyik, melyik hadsereg tagja. Az én nagyapám szembeszállt a szállásba, azt mondta, hogy azért nem segít deportálni, mint ő, mint rendőrfőnök budapesti zsidókat, mert zsidók, ha nem követtek el bűncselekményt. Ugyanígy.
pedig nem azért, mert ő zsidó volt, nem volt zsidó. Azt mondta, nem követettem, csak itt békés embereket nem segít deportálni, de még azt is mondta, még baloldali érzelmeket se, azért, mert baloldali érzelmeket. Ha nem követett bűncselekményt, ő, mint budapesti főkapitány helyettes, aki a büntetőfőnök volt, oda rendőrség, azt mondta, akkor, ha nincs elítélve, ő nem. Hát 2 hét múlva elkezdték megpróbálni meggyilkolni, leváltották. De én ezt teljesen megértem. Tehát, és azt mondom, az ilyen embereknek az a baj, hogy már lassan nyoma sincsen az emlékezetben, és kitörlik őket. Mint hogy a nagyapámat se. Nem kitültették, hanem a Rákosiék deportálták, tudod, elvették a lakását, nyugdíját, hálából gondolom. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy elmondtad, és akkor itt előterjesztem azt a javaslatomat, hogy utána kéne ennek járni tényleg. Tehát nyilván van a felvételek minden, és szobrot kellene állítani. Szerintem az archívumban is kell szerepelni a meglőtt, szóval halálos sebet kapott katonatisztről, aki a hídlábánál vérzett el, ez az archívumban is szerepel, csak a valóságról nem tudhatnak az emberek. Na most azért nem tudhatnak az emberek a valóságról, mert a rendszerváltásnak nevezett gengszterváltáskor megyékben, településeken szó szerint az erről tudó emberek valamiért, mintha bomba, atomvillanás történt volna, szó szerint valamiért meghalt. Hát nézd, tudod, egy pár meghalt, többi meg megijed, meg családjára gondol, és megfélemlítik, nem mer meg beszélni. Tehát azért egy-két dolog az most itt hangzott el, például a Kilián laktany elfoglalásáról beszélt, aki ott volt tisztként, oda Szavai Robert. Azt mondja, hogy mondtak igazságokat, és akkor arra ráépítettek egy teljes hadugságtömeget például. Ez most hangzott el, nemrég volt vele az interjú. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy azt mondom, hogy a tisztességes jogállamot szeretnénk, tudod, és hozzáértő szakmailag megfelelő és erkölcsek is megfelelő vezetőkkel, tehát én azért is beszélgetek itt, aki úgy látom, hogy érdemes megkérdezni, és aki tud valamit, vagy próbálkozott valamivel, mert 2 dolog van. Az egyik az, hogy mit kellene csinálni, a másik az, hogy miért nem engedik, és mi ennek a tényleges oka. Na most itt ugye te úgy látom, hogy az által összegyűjtött tapasztalatok, vagy a fejed, hát ugye zajló, vagy hát esetleg időként ugye még sérültje is voltál dolognak eseményekből, ugye te leszültél bizonyos következtetéseket, és azt le is írtad, és hát útközben felolvastad nekem, én arra kérnélek, hogy aztán majd még beszélgetünk egyebekről is, de hogy jó lenne ezt felolvastál, amit nekem felolvastál, csak azért, hogy pontos legyen. Mert nyilván rengetegen majd próbálnak ezekbe belekötni, hát csak kössenek be, legalább tudjuk, hogy ki az ellenség. Úgyhogy én azt sem bánom, ha belekötnek, csak azért legyél pontos. Kedves bátyám, úgy látom, hogy egy 2005-ös tájékoztatóm van előtted. Megkérhetnélek rá, hogy először olvast föl ezt a fekete vonalakkal aláhúzott tagmondatot? Nem, én mondtam, hogy te olvast, te írtad, te olvast, mert nem akarom, hogy te jobban tudod hangsúlyozni meg minden, nem az. Te írtad. Én, amit én írok, azt felolvasom. 2005 Kossuth tér. Ha Magyarországon tenni akaró, jogosan felháborodott vidékiek úgy kell, hogy hazamevigyék a híreket, hogy a budapesti vezetőink és az általunk megbízott vidéki vezetők még megoldásokat sem engedik kidolgozni, még belegondolni is rossz, mit következhet. Véletlenül van itt rajta egy szignó is, ami egy szövetségnek az elnöke titkárnőjével van átvetetve. Úgy tudom, azt a titkárnőt azóta elbocsájtották a helyéről. Melyik szövetség? Nem akarok neveket mondani, mert... Hát de mondjál nyugodtan, hát itt van. Szeretném, ha Papp Lajos szívsebész professzor úr mondását értelmeznénk. A rossz oldalon állókat is várjuk a sorainkba, ha mostantól a nemzet építésével szeretnének foglalkozni. Ez a egy mondat nagyon érdekesen született, mert a Kossuth térre odajöttek hozzám 2006-ban a vidékiek, és nagyon mérgesen közölték, hogy Csikós, ez nagyon jó, ez az egylapos szórólap, ebből sokat szét is tudunk osztani, de hiányzik belőle egy tagmondat. Ezt bele kell tenni. Hát mondom, gyerekek, mondjátok meg, mi az a tagmondat, és írjuk bele. Nem, Csikós, ezt nagyon jól megcsináltad, légy szíves, te vagy megbízva vele, tedd bele.
Hát gyerekek, én ismerek egy szerintem szívmagyar, valóban hívő embert, úgy hívják Papp Lajos, szívsebész professzor úr. Én szeretném az ő tanácsát kérni. Fölhívom a telefonon, és Papp Lajos szívsebész professzor úr közli, Csikós, most rosszkor hívsz, mert egy konferencia közepén ülök. Elnézést, Lajos bátyám, akkor mondd, mikor hívhatnálak, de már ezt se kellett volna kérdeznem. Erre Lajos bátyám határozottan közli, most már mondjad, mindegy. És felolvastotta velem az A4-es lapot, és Papp Lajos szívsebész professzor úr diktált ezt a mondatot. Na mi az a mondat? Amit az előbb idéztem. Ja, ezt a mondat. Igen. Hát nagyon jó. Na most nézzük. Na most, ha én neveket nevezek... Itt a Papp Lajos szakvéleménye arról, hogy kálisóval nem szabadna ugye mérgezni a lakosságot, illetve konyhasóból nem szabadna kevesebbet tenni. Itt van, látod, nézzük Papp Lajos aláírásával. Ezt már felolvastuk előre. Tehát ő egy tisztességes, rendes szakember, és ilyenek el ennek a vezetésbe. De hát meg kell nézni, hogy őt is például összeverték, ugye. Hát engem is összevertek, akik téged is már összevertek. Mindenkit összevernek, most akkor vagy túléljük, vagy nem. Én szerintem ez arra jó, hogy meggyőződünk arra, hogy nem szabad tolerálni ezeket a dolgokat, tehát vesszenek a gyilkosaink, szóval az ember ide jut a végén. A vesszenek a gyilkosaink. Én persze a jogi megoldások híve vagyok, ha van jog, ha van jogérvényesítési lehetőség. Én úgy látom, Magyarországon jelenleg nagy problémák vannak, mert mondjuk Rogán Antal lazán elmondja egy ilyen rendkívüli hírekbe a Hír televízióba, Fidesz televízióba, hogy éppen úgy hatályon kívül helyezte az új alaptörvény az aranybulát, mint a Rákosi stankot. Hát ezt így lazán elmondja, mert neki egy alkotmánybíró mondta. Most tegnap kaptam egy e-mailt, amiben valaki leírta, hogy ő szerint egyáltalán nem így néz ki az alkotmány, illetve ez az alkotmány pontvék, vagy minek mondjam, ez az alaptörvény. Sőt, ő beszélt másik alkotmánybíróval nyilván, ugye, mert hát nem ezzel, aki azt mondta, hogy szerint tehát az aranybuláig most már vissza lehet menni akármikor. Na most ehhez képest Rogán Antal előadta ezt. Hát most, bocsánatot kérek, hát ez utolsó olyan alaptörvény, ami tényleg a Szent Korona, mint alkotmánynak ugye a legfőbb törvénye volt, ami védi a magyar termőföldet és védi a Magyarország belső területeit is, attól, hogy külföldiek tulajdonába kerüljön. Akkor Rogán Antal kiáll, és elhíreszte azt, hogy ez a törvény az érvénytelen. Hát én följelentést tettem, meg kell, hogy mondjam, tudom, hogy semmit sem fognak csinálni, mert sose csinálnak, de akkor is meg kell tenni a feljelentést ilyen esetben, hát ha később változik a helyzet, és akkor elő lehet venni. Hogy nehogy azt mondják, hogy mindenki a hülyebb az országban, hogy egy ilyen szó nélkül hagy. És nem a Rogán Antalt tudom, hogy lehet, hogy neki tényleg ezt mondta egy alkotmánybíró, úgyhogy... Rosszabb a helyzet. Én személyesen beszéltem Rogán Antallal, és annak idején egy nagyon komoly gordiuszú csomóvágást szerettem volna megakadályozni, hogy a családomat likvidálják. Na most így neki mentem a két nagy párt középvezetőinek, mint Rogán úrnak és Katona úrnak. Mikor Demszky úrral közösen megjelent egy újságcikk a mai napban, amit nem sokkal később, mikor helyesbíteni akartak, megszüntettek, nem valósat írtak rólam. Én soha életemben nem voltam még hajléktalan szálló lakója, holott az újságban úgy mutattak be, nagy nyilvánosság előtt keményen lejáratva, hogy hajléktalan akarja megoldani a nehéz helyzetbe jutottak problémáját. Te figyelj, de most elmondták a vágyaikat. Hát, hogy azt szeretnék, hogy te hajléktalan legyél. Van ilyen. Na most én ekkor megszólítottam írásban a két nagypárt középvezetőit, mint Rogán urat, Katona urat. Jött ki Rogán úr a Fehérházból, és erőszakosan meg kellett szólítanom, mert hát egy ilyen támadásra én azt vártam, hogy ők a torkomnak esnek, és kikérik a saját nevükben, és az általuk képviseltek nevében is, hogy ők erről nem tudtak, vagy miért nem csinálhatnak semmit. Hát nekik ezt mondták. Nem, rosszabb a helyzet. Rogán úr meghívott a Cukor utcába, ahol elég érdekesen nem aznap, hanem csak a megbeszélt időpont utána való napon tudtam beszélni, akkor kaptam tőle egy telefonszámot és egy nevet, közölte, hogy ez az SZDSZ-es nevű politikus ezzel a telefonszámmal talán tud önnek segíteni, mondta, mert ő jogos út rá, de vigyek magammal kamerát, mert akkor talán nem tudja letagadni. Na most ők olyan... Akkor nem feltétlenül a Rogán a fekete gyerek. Rogán a fideszesek közül az egyik legbecsületesebb, amit tehet. Na de és akkor vele elmondottak egy ilyen baromságot. Mert valószínűleg baromság, mert hát én is úgy tudom, hogy soha senki nem helyezte hatályon kívül, mert hogyha ez így lenne, akkor például most meg lehetne kérdezni, hogy mi az, hogy alkotmánybíróság, akkor miért nem alaptörvénybíróság van, érted? Ez egy színjáték.
Ez egy olyan színjáték, amit a háttérhatalom irányít. Na most rádióban hallgatott hírekre az ember csak a fejét kapkodja, le is írtam, és most már közel 40 oldalas újságot hoztam létre. Például ez a piramis. 2005-ös rajzom. Az 56-os már nem élő katonatisztek, de remélem még élnek közülük, és szeretném, ha jelentkeznének is, védelmi rendszere. Ha a magyar nemzet vezetőiről újra kiderül, hogy ellehetetlenítették őket, annyira, hogy alkalmatlanok a magyar nemzet vezetésére, megvédésére, irányítására, kötelessége a magyar nemzetnek kampánypénzt kérni, és a kampánypénzből településenként elindítani 10 olyan szakembert, aki nem baj, ha nem tud helyesen írni, mert semmi más feladata nincs, mint hogy mint becsületes ember, aki szépen tud metszeni, és utána terem a fa, megfelelően tudja elkészíteni ezt a kenyeret, ami harmadik nap is fogyasztható, vagy emberként élte le az életét, és ezért mindenki tiszteli, nem csak a kóstolójáért. Na most ezek az emberek induljanak el településenként 10 kereső ember, keressék meg egymást, és mikor egymásra találtak, kötelességük megszólítani azokat az embereket, akik esetleg alkalmasak rá, érdemesek rá, és hogy kiválalja föl a vezetésünket. Ezeket az embereket településenként 10 ember kíséretében, megyénként 10-et a Kossuth tér torkolatába, az Alkotmány utca torkolatába kell kísérni, ott esküt tehetnek, és az eskütétel után jogosultá válnak a nemzet előtt fölállni az országháza lépcsőjére, ott odahívni magukhoz a rendőrtiszteket, megyei katonatiszteket, kihirdetni, hogy ők az új vezetőik a nemzet jóvoltából, és a nemzetet békébe hazaküldeni, nehogy megint legéppuskázzák őket, viszont az általuk kiadott utasítás úgy kell, hogy kezdődjön, hogy a vidék és a városfejlesztés elkezdését akadályozókat ők kötelesek az ők utasítására letartóztatni. Ezt a történetet nagyon hallgatták, a mai napig párt nem támogatja. Nyilvánosságról osztanak. Lehet egy javaslat, és én szerintem is ilyesmiket kéne csinálni, csak az a helyzet, hogy most ezt így megkérdezted, akkor azt mondják, hogy felúszítottad a magyar lakosságot a nem tudom ki ellen. Tehát a fennálló alkotmányos rendelem, miközben az alkotmány szerint, ugye akkor most csak alapjai. Tehát jó, meg elmondtad, és azért is kértem, hogy mesélj a gyerekkorodról, hogy ez érthető, hogy te ide jutottál, hogy te ezt javasold. És én nem ugyanígy mondanám el, de nekem is az a véleményem, hogy takarodjanak a hozzá nem értő vezetők a parlamentből. Vagy a korrupt vezetők, vagy azok, akiket dróton rágattak, mert tudnak róluk valamit. Hogy 3x3-as volt, meg mit tudom én, 3x3-as volt. És akkor nem tud semmit csinálni, mert abban a pillanatban megmozdulna, esetleg szeretne, abban a pillanatban fölolvassák neki a bűlajstromot, és akkor megkérdezik, hogy most akkor mit döntesz, hogy most akkor ezt folytatod, hogy be fogod a száz. Ugye, meg körülbelül. A másik, hogy a visszahívhatatlan képviselők, ugye. Szóval én itt láttam a kisgazdapártnak egy nagyon jó 21 pontos, ilyen régi, de egy kicsit korszerűsített változatba leírt követelmi rendszerét, amiről azt mondom, hogy akár kisgazda, valaki, akár nem kisgazda, akár melyik pártnak a tagja, azt el kéne olvasnia, és nem szabad, abban le van írva világosan, hogy nem visszahívható képviselőt, aki nem vállalja, hogy ő visszahívható, hogyha nem teljesíti azt, amit ígért, mármint ott a választóinak, aki nem írja alá, hogy akkor ő visszahívható, meg lemond, arra nem szabad szavazni. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen párt vagy nem párt. Tehát az a 21 pont például én szerintem az a mai napig az teljesen jó. De hát ki tudja ezekről, ugye? Na hát nézd, és amiket te itt tapasztaltál, ugye, az a mögött valóban ilyen világméretű szörnyűségek vannak. Én felolvasnék ez a kapuba jelent meg annak idején, az illuminátusok összeesküdtek amerikai népei kiirtására, kérdőjel. Következő jelent meg, az igazság a mi fegyverünk címmel 1980-ban, az emlékszeri publication 1984 évi kiadás alapján fordított a Bérci Márton Hunnia 1992. június 25, nem a kapu Hunnia volt. Itt van egy 25-35-55 onnan. Az a cím, hogy az illuminátusok rabszolgaságunkat tervezik. A római klub egyik tagja, Howard Odum, 1980. augusztusában így nyilatkozott a Fusion magazinnak. Az Egyesült Államoknak új és izgalmas vezető szerepe van a világban,
A világot le fogjuk vezérelni alacsonyabb energia felhasználási szintre. Az Egyesült Államoknak lakosságát a következő 50 év alatt kétharmaddal kell csökkentenie. Az Illuminatus Odum nem mondta el nekük, hogyan fogják eliminálni hozzávetőlegesen 150 millió honfitársukat, de abban nyugodtak lehetünk, hogy szorgalmasan ügyködnek rajta. Na, szóval ilyenek vannak, és ezek azért átgyűrűznek. Most én azt látom, hogy ugye itt azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy csak én tudom, hogy csinálják, úgyhogy szerencsétlen Obamával elhitették, hogy 4,7 g a napi optimális káliumbevitelt, az annál kevesebben végzi ki az elítélteket. És az egész lakosságot most sómentesen kálium túladagolásra ugye hát készítették, és a sómentes étkezés kálium túladagolásra készítették, miközben 50-ben Nobel-díjat kaptak, akik konkrét életre kísérletek, kimutatták, hogy a patkány is beledögik, sőt ivartalanodik is, tehát nem lesz normális utóba. Én tudom, hogy hogy csinálják, úgyhogy én meg ezért kapok a fejemre, mert ugye hát én megmondtam, hogy ezt hogy csinálják. És itt van, hogy én ezt elküldtem ugye Orbán Viktortól kezdve Obamának is, mert azért megtaláltam azokat a címeket, ahol el lehet küldeni, ez semmi. Nem látom, hogy valami történne, tudod? Nem látom. Az előbb említetted, kedves bátyám, hogy alkotmány. Egy barátom szavai villantak át a memóriámba, aki erre mindjárt fönnhangon, mindegy, hogy előadás van bármi, azt szokta kiabálni, hogy az tákolmány. Hát az azért, de most ezt a tákolmányt, szót, én mosolygok rajta, de talán helyre kellene tenni. Hát ért, alkotunk, tákolunk. Én javasoltam egy ilyen történetet, van itt egy kis részlet. A megszólítottat nem kell még egyszer megszólítani, mert egyszerűen fölösleges a segíteni képtelent újra lóra ültetni. Kérem, ne kövessék el azt a hibát, amit én 30 éve folyamatosan elkövettem. Kérem, a megoldás nem akarokkal fölösleges vitatkozni. Ilyen dolgok vannak ebben a kis írásban, de ha megengedett, kedves bátyám, szerintem ezt felolvasnám, mert kértem. Szerintem közérdek. Jó, kértem. De egyébként azt, amit mondta az előbb, az hogy teljesen egyetértek, de én állandóan küldöm nekik, tehát akiknek nem érdemes, de kiteszem a honlapomra, és akkor mindenki látja, hogy már 25-ször megkapta, így leírva, úgy alatt támasztva a bizonyítékokat, és mégis fütyül az egész, és folytatja a népírtást is. Ország kirablását. Tehát én azért küldöm, csak ha nem azért, mert reménykedem benne, hogy mondjuk XY az most már akkor komolyan veszélyt csinál valamit ott. Ezt nem, tudom, csak mikor már 25-ször. Én, mint parlamenti szakértő is voltam, tudod, meg mérnök, meg egy csomó nemzetközi mérés kalibrási szabadalma. Én szakértőként megmondom, hogy itt a baj, ezt kell csinálni, tehát a legegyszerűbb dolgokat se csinálják meg. Azt kérem mondjuk az ányjától, hogy írják rá, mikor államtitkát, írják már rá, hogy mi van a műtrágyában, hogy 26% konyhasó is van mondjuk a 40% kálium nevű műtrágyában, és nem csinál semmit. Akkor én még 25-ször fogok írni neki, és még 25, tudom, hogy akkor se fogja megcsinálni, mikor államtitkát akkor se csinálta, hogy mindenki lássa, hogy ez az ember ténylegesen nem csinálja meg, amit kell, csak beszél és szerepel. Nyugodtan be is perelhet, vagy ott megbeszél. Na, léces olvasról. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a szó. Köszönöm, szó kevés ahhoz, hogy megköszönjem a mellettem töretlenül kiállóknak, hogy én még egyáltalán élhetek. A javaslataimat és terveimet ismerők kérték, hogy hozzam nyilvánosságra, kik és mióta gátolnak tervem megvalósításában. Én úgy gondolom, ennek az információnak a nyilvánosságra hozatala komoly káoszt teremtene, alapjaimban ingatná meg az emberek hitét vélt vezetőikben, és ilyen esemény már vezetett lázadáshoz, forradalomhoz is. Például 56-ban a félni nem akarót géppuskával de meggyőzték. Amiről azóta sem beszélnek, nem is beszélhetnek, senki nem beszélhet róla, az, hogy a félni nem akarót és szeretteit inkvizitorokkal, akár a szeretteiket, barátaikat is, a mai napig megkerestethetik. Ezért javaslat helyett azt javaslom, hogy minél több létező szervezetet hivatalosan meg kell keresni szakemberek által kidolgozott tervekkel. Talán így ki lehet harcolni, hogy büntetni is lehessen a hűtlen hanyagkezelést
gyerekek veszélyeztetését, hazaárulást is szemrebbenés nélkül elhallgatók valóban börtönbe juttatását. A vádat csak felelősre lehet rávarni, jelen helyzetben csak felelősnek vélt személyeket találunk a fejünkre telepített szervezetek élén. Bátran kérje ki bármelyik szervezet vezetője a saját és általa képviseltek nevében e nagyon súlyos vádakat. Én előre írom a válaszomat, kérdésben feltéve. Miért nem tudott az általam képviseltekről, kitájékoztatta önt vagy barátait félre, ezzel még a gyerekeimet is fogságba helyezte már egy évtizede. Feleségem szavai, apukám közölte. Igazad van, de vedd észre, 10 évig kitartottam melletted, szültem neked 5 gyermeket. Ezek magasról tesznek a fejedre, nem engedik bemutatni a terveidet. Elválok tőled, megpróbálom másképpen megmenteni a gyermekeinket. Nem hiszem, hogy kellene kommentálni. Megjegyezném, hogy például erről a tervemről, egy javaslatomról még nem hallottam pártból beszélni személyeket. A magyar államadóságot előítézték nem a nemzetünk fejlődésére, de utasításra elköltötték a milliárdokat. E milliárdokat több tízszeresen már visszafizettük. Miért nem kéri egyik szervezet vezetője sem az államadóság és kamatainak törlését, vagy legalább 10 évre felfüggesztését? Bogár professzor úr egy rendezvényen ezt mondta. Talán 250 ezeren lehetünk, kik szinte profétaként hírűvihetnénk, hogy valóban meg kell keresnünk az arra érdemeseket, alkalmasakat. A már szavazni se akarók 2,5 millióan lehetnek az én elgondolásom alapján. 2,5 millió lehet az a réteg, aki a kisebbik rosszra szavaz. Na most ezt összeadjuk. A szavazók 2/3-át tenné ki. Talán ezt se kellene kommentálni, de valamiért nem ezzel foglalkoznak a nemzeti vezetőink. Na most a nemzeti vezetőink, ha nem kezdenek el értünk tevékenykedni, például egy falurendszert felépíteni egy korszerű anyagból, és a mintáját szeretném megcsinálni, no nem azért, mert én nagy embernek érzem magam. A zöldházak építésért felelős vezérigazgató szavait idézem. Csikós, pénteken bemutatott anyagodat benéztük. Hétfőre ezt tudom mondani, ez a spanyol viasz. De annyi szemetet legyártottunk a földön, hogy legalább 10 évnek kell eltelnie, hogy a szemetet eladjuk, addig ezt nem lehet gyártani, téged addigra úgyis eltesznek lábaló. Nem az az igazi államtitok, hogy én miből akarom csinálni és hogyan, hanem hogy a háttérhatalom nem engedi, hogy az emberek kiszolgáltatottságát megszüntessük. Én csak egy kis tanyát szeretnék belakni. Szeretném, ha az egyik tanyába beköltözhetnék magamnak munkahelyet teremtve, és 10 év után úgy visszakaphatnám a gyerekeimet, hogy volna hova kihoznom őket. Ez a 200 család fogadására alkalmas kis falu, körötte 15 tanya, egész évben nyitva tartva belföldi, külföldi vendégeket fogadhatna vendégül. Közösen fogyaszthatnánk a magyar gulyást, mert alkalmatlan vagyok a kufárkodásra, finoman szóval piacozásra, nehogy rasszistának tűnjek. Viszont szeretnék közösen fogyasztani a belföldi és külföldi vendégekkel gulyást. Szeretném, ha abb volna a tortán, ha a vendégek gyerekei között az én gyerekeimet is láthatnám úszni, lovagolni, fejlődeni. Miért tilthatta le Kövér László utasítására a nemzetbiztonság, hogy én ezt a parlament folyosóján, parlamenti képviselők kérésére elmondhassam, holott a parlamenti képviselőket azzal szólítottam meg, hogy ti is csak fölmásztatok az uborkafára a hátunkon, semmit nem csináltok értünk. Ezért megszervezték, hogy föltehessék ezt a kis fölvételt. A parlament folyosóján kamerával fölvéve a többieknek. Gyerekek, ezt miért nem támogatjátok, mikor a Csikós vissza akar vonulni, a családját szeretné megmenteni? Miért nem támogatjátok? Hát annyira nem támogathatták, hogy a beléptető kapun állva csörög a telefonom 7 perccel a megbeszélt időpont előtt és közlik, hogy a nemzetbiztonság letiltotta, hogy bejöhesse elmondani ezt a történetet. Pedig nem akasztásról, lövöldözésről beszéltem. Szerintem a nemzetbiztonságnak igazából ilyeneket kell foglalkozni, hogy bebeszéljük az embereknek, hogy ki kell írtani az emberiség nagy részét, mert elfogy az energia, mert ugye azt írja itt, hogy világot le fogjuk vezérelni alacsonyabb energiafelhasználási szintre. Valójában a magmahővel termett nagyomású gőzzel hajtó a turbinákat 250 ezer évre van annyi energia, hogy a mai energia szinten is lehetne pocsékolni az energia. Tehát nem igaz az, hogy elfogy, de ezek ilyen
agy tönkretevő szövegek, tudod? És most ugye az ember úgy gondolja, hogy akkor szól a vezetőnek. Hát jó, Orbán Viktor nagyon korlátozott lehetőségekkel rendelkezik, az látszik, hogy küzd, de mondjuk Obama talán nem annyira. Akkor miért nem szólítja meg Orbán Viktor megfelelő tervekkel Obama miniszter urat? Orbán Viktornak Mikola úrral annak idején személyesen én küldtem el azt a vidéki kérést, hogy egy teljes magyar társadalmat képviselni tudó miniszterelnök jelöltet szeretnének keresni a vidékiek. Ő, mint a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, álljon a sarkára, és álljon ki a tévénnyilvánosság elé, és kérje, hogy ő ezt támogatja, és igenis, így lesz egy erős Fidesz pártvezető, lesz egy tömegtámogatott miniszterelnök. Én nem akarok itt viccelni, de azért azt el tudta intézni személyesen, úgy látom, személyesen Orbán Viktor, hogy lehessen ott pálinkát főzni, ugye ennek rengeteg mérgezés lesz az eredménye, mert az nem szabad akárhogy csinálni. Jó, ezt el tudta intézni. És akkor eszembe jutott, hogy az indiánokról, ugye én azt tudtam gyerekkorom, hogy azért pusztultak ki, mert elkezdtek inni. A tűz és víz. Tudod, most mi lesz, ha 50 év múlva, vagy kell ez a dolog, hogy el lehessen mondani, hogy Orbán Viktor megengedte a pálinkafőzést, és magyarok annyira elkezdtek inni, hogy ezért pusztultak ki. Közben valójában ivartalanítják őket a konyhasóját, a kenyérbe, meg az ételekbe betett kálisó. Érted? Ez a kálisó egy nagyon kemény dolog, de hát például mit hallottál arról, hogy 10 000 literes rozsdamentes tartályokat találtak állítólag Budapesten több helyen, amiben állítólag műtrágyás bort készítettek azoknak a vörösseppel dolgozóknak, vidékieknek, akik az italban menekültek bánatukba. És most szürke állomány nélkül állítólag itt fekszenek körülöttük, több olyannal beszélgettem, akivel valamikor együtt szántottam, és nem szántott rosszabbul, mint a következőt tudom neked mondani, hogyha az állami népegészségügyi tisztiorvosi szolgálat megcsinálja azt, hogy azt az ugye a desztillált vízre, hogy vízmérgezést okoz, azért mert a nyelvújítók, az akadémiai nyelvújítók kitalálták, hogy a vízhez képest kevés konyhasó evés, tudom, ami sóhiány, az vízmérgezésnek legyen nevezve, tehát nyelvújítás, tehát ezt az ANTS így bebeszéli, tudod, és bebeszéli, hogy konyhasó helyett együnk kálisót, és a tízszeresét annak, amire egy embernek felnőttek szüksége van, 4,7 g-ot, mert 0,47 g az bőven elég egy napra, ami kb. Egy banánban van. Ha egy ilyen szervezet irányítja a magyar egészségügyet, akkor én ezt is elhiszem, amit te mondtál, hogy ezt is nyugodtan lehetett csinálni, mindaddig, ameddig hát valahogy mégis muszáj neki büntetni ezt folytatni, akkor is majd valakit előállítanak, mondjuk, aki csinálta konkrétan azt a segédmunkást, úgy, mint az olmozott paprikánál. Hát kit vontak felelősségre, hogy legalább 5 millió ember tönkre mérgeztek olmozott paprikával, aki utána számolt, hogy mibe került az olomfesték, tudod, az azt mondta, azt írta, hogy szóval nem volt annyi haszon rajta, mint amennyiben az olom, tehát nem azért tették bele, tudod? Na, tehát én például itt a következőt írtam, csak ez összefügg az erősen. Tisztelt Obama, amerikai elnök úr, miért enged hamis nátrium RDA-t, ez a napi ajánlott dózis, és hamis kálium RDA-t, tehát kálium ajánlott dózist alkalmazni? Ezek miatt kipusztul az amerikai nép is. Az amerika-magyarországi nagykövetei válaszra sem értatták, illetve a Fehérház sem, amikor ezekről megkísérhetett tájékoztatni önt és elődjeit. Nagyon köszönöm a figyelmüket, tehát ezt írtam. Utána röviden, életrövidítő, tudatos, csalásos, top show program az van Magyarországon. Ha bemész az egészségügyi, volt egészségügyi minisztérium az Aranyás utca 10-ben, akkor ki van téve, top show program, tehát hogy ne show-tál. Mondom, minden állat belepusztul, 10-20 év alatt mindenkit elpusztít. Mivel 4 liter inger oldatta ez az infúziós fiziológiás oldat, 24 óra alatt 36 g konyhasó, de csak 1,2 g kálisot jutatnak be, nyilvánvalóan csalásos topsó program napi 4,7 g kálium, bármilyen gyorsan, akár egy gyomorra egy adagba elfogyasztását is, és a 24 órá összesen csak 2 g nátrium potlását bebeszélők, akik ezt optimálisnak mondják. Az USA-ban 4 g kálium gyors bejutatásával végzik ki az elítélteket, és aláírtam. És itt van papíros nyilatkozata, itt aláírva, ezt már bemutattuk. Ugye a Ringer oldat, tehát ez a fiziológiai oldat, amit ugye összehasonlításként elővettem, a testedbekhez hasonló ion összetételű folyadék, a Ringer oldat 9% nátriumkloridot, 0,3% káliumkloridot, 0,025% káciumkloridot és 0,025% nátriumhidrokarbonátot, és 99% desztillált vizet tartalmaz,
és az ez szerinti nátrium, kálium, klór és vízpotlási arány megfelelő kóros veszteséges esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is. Itt van dr. Papp Lajos, nyugalmazott egyetemi tanár, akadémiai doktor, Budapest 2010. január 6. Egyébként meg lehet nézni a Málta Televízió per Home honlapon, ahol a Papp Lajos ugyanezt megerősítette, mert ő is beszélt. Na most erre választ se adnak. Odaadom Szócska Miklós államtitkárnak így a kezébe egy fideszesen összejövetelen, hogy kihívom nyilvános szakmai vitára. Hát ugye akkor ott most nincs idő, azóta meg semmi sem történt. Akkor mindent megígért, hogy majd megbeszéljük. Mondom, semmi, csak tárgyaljuk le a mérési alapon, tehát méréskalibrási alapon ezeket az okat, és abba kell hagyni. Nem, semmi, vissza se hívtak. Tehát teljesen azt tapasztalom, amit te leírtál, hogy itt, ha 25-ször mondod, akkor az ugyanolyan, mint ha egyszer mondtad, mert egyikre se csinálok semmit. Legfeljebb megpróbálnak téged elintézni. Az csak egy dolog, de a baráti körünket, az ismeretségi körünket. És hát próbálják leépíteni, de hát az azzal kezdik, hogy az élnek ő, akik itt az igazat, nem az igazat, a bizonyítékokat előtárják, a nép elé viszik. Azokat egyszerűen lehülyézik meg, antiszemitázzák meg, rasszista, meg mit tudom, mindent ráfognak. Persze névtelenül, tudod, és az ember följelenti az illetőket, akkor a rendőrség nem találja meg. Kinél? Hát nincs illetékes hivatalunk, aki felelősségre vonná rágalmazót, a becsületsértőt, és szó szerint utasítást adhattak pszichiátereknek, hogy hátra bilincselt kézzel rendőrökkel vitestessenek olyan gondolkodású embereket zárt osztályra, ott orvosilag kezeltetésre, ami ezzel kapcsolatosan becsületes családokat megszületett. Velem is megpróbálták, csak nem jött nekik össze. Különböző okokból, meg én megtanultam a jogot, tehát csak azért nem. Tehát egy bíró, egy váci bírónő összeveretett a gondnoksággal helyezési című tárgyalás előtt, hogy ott véresen bemegyek, hát úgy nézek ki, mint egy őrült. De hát ugye én följelentettem itt közokirattal, amisztrácia a tárgyalás között, úgyhogy a délután már diktáltam a feljelentést, ugyanazon a rendőrségen, ahol előtte rúgostak hajnalban. De csak azért, mert megtanultam a jogot, mert egy nemzetközi jogász azt mondta, hogy tanuld meg a jogot, mert csak te tudod a részleteket, ezt egyébként mindenkinek ajánlom. De ha parancsot kiadók fölöttesei, mint például a nemzetbiztonság rendőrségnek fölöttese, akkor a rendőrség csak parancsot hajt végre. Ha most ez tovább fokozódik, ez a káosz, akkor tudod, mi lesz, kedves bátyám? Egyszerűen behívatják egy komolyabb nemzeti fölkelésnél, amire megint rá fognak telepedni, mint 56-ban. Behívatják a rendőrséget a rendőrkapitányságokra, hogy most pedig hivatalból leteszitek a fegyvert, a 3x25 000 Európai Uniós csendőr átvette az irányítást, és maradjatok otthon, mert ha kimentek az utcára, benneteket is lehetne lőni. Ha kedves bátyám megengedett, ezt a nyílt levelemet felolvastam a Vajnai kormány idején, Kis Péter kancellár úrnak a kezébe adtam. Egy bodatot, igen? Ezt a bírónőt, Kauszli dr. Snellje Margit Erika, utána kinevezték a Váci Bíróság elnökének, aki ezt a csalást csinálta, és Gönc Árpád személyesen fedezte egy hazug levélre, érted? És a mai napig Áder János nem hajlandó visszamondja a hamis levelet, amiben azt írják, hogy én már rég gondnokságá voltam helyezve, és nem azért hurcoltak el, hogy gondnokságá akartak helyezve, hanem azért, hogy mentesítsenek ez alól, érted? És ezt az Áder János sem hajlandó visszamondni, legalább háromszor próbálkoztam. Na most ezek után akkor felmerül a kérdés, hogy akkor itt az ügyészséghez érdemesen fordulni, meg a köztársasági elnökhöz, akik ugye ilyen bűncselekményeket, bírósági bűncselekményeket fedelnek. Na most átadom, akkor létszesen olvastál ezt. Csak ezt szükségesnek tartok fel elmondani. Megszólítottam a köztársasági elnököket, és nem köpködéssel, hanem az egyetlen magyar működő fegyver a hozzáértő szakemberek megkeresése, velük közösen a hogyan tovább kidolgozása. Vona Gábor személytitkárával is átvetettem, mert szóltak, hogy elég érdekes helyzetben vagyok. Na most úgy szerettem volna, hogyha itt például beszélgetés közben belütne egy villamos, akkor sem mondhassa senki, hogy ők erről a történetről nem tudtak. Mikor közölték, hogy nem biztos, hogy egy életbiztosítás ezzel foglalkoznom, csináltam egy kis tájékoztatót. Kivette át Orbán Viktor, Schmidt, Áder, mezőgazdasági miniszter, nagycsaládosok kabinet. Most megemlítetted, kedves bátyám, tegyük fel Gönc Árpádat. Ő is csak egy köztársasági elnök volt. Épp most itt lapozgattam benne, és ha minden igaz, akkor itt van egy ilyen kis összegyűjtés, hogy mit válaszoltak a miniszterelnökök, mit válaszoltak a köztársasági elnökök, és többek között Gönc Árpáddal folytatott beszélgetés. Gönc Árpáddal folytatott beszélgetés. Juhász úr, mindannyian ezt szeretnénk, és elhallgatott a telefon.
Tudomásom szerint nem szoktam magamba beszélni, de ekkor ezt mondtam. Na, ilyen röviden se beszélt még köztársasági elnökkel senki. Amíg fülemen tartott telefonba, ekkor ezt hallottam. Vagy legalábbis a legtöbben is letettem. Na most én megszólítottam mindenkit. A nyílt levelemet például felolvastam a Majálison, egy MSZP-s rendezvényen, több száz MSZP-s tapsviharba tört ki, a hírtelevízió kamerálásba vette, Göncz Kinga személyesen vitte Bajnai elé. Azok, akik 2014 pártot alakítanak, és a múltban is szerepeltek a dolgokba, úgy gondolják, hogy mi még 2014-ig esetleg megleszünk a levegőben is, mert a létrát azt már nem csak hogy ellopták, a híre sincs. De úgy nagy vonalakban szeretném, ha ezek az emberek nyilatkozni kötelesek volnának. Én nem csak Áder úrat szólítottam meg, válaszokat is idézhetnék, mint például Orbán Viktor válasza, amire elég érdekes reagálásmentes volt a helyzet. Több pártrendszer van, demokrácia nincs. Orbán Viktort megszólította egy rádióműsorban egy ismert kritikus, hogy Orbán Viktor háttérhatalom által tönkretetett Magyarországot beszél, és kéri tőle a bizonyítékokat, de ezt még nem adta át az Orbán Viktor. Ez a kritikus is tudja, hogy mi történik valójában. Na most egy köztársasági elnök, Magyarország első közméltósága válasza így szólhat az elmúlt 25 évben, az első közméltóságokra visszatérve. Hivatali körük nem teszi lehetővé, hogy személyesen fogadjanak, sok sikert, kitartást kívánnak. Nem hiszem, hogy erről a történetről nem kellene, hogy tudjanak az emberek, de minden esetre elkészült egy 32 oldalas. Egy 32 oldalas kordokumentum újság. Én ezt szeretném itt hagyni a televíziónak, ha átnézték és úgy gondolják, hogy érdemes volna ezt kimerevítve nyilvánosságra hozni, megtisztelnek vele, viszont van benne egy név, amit majd az adás után elmondanák, szeretném az vastag fekete fircel ki volna húzva, mivel én a most meghalt illetőt tisztelem és becsülöm. Na most azért, mert a gyerekeit félretájékoztatták, és ezzel sajnos ők közreműködtek ahhoz, hogy a gyerekeim további évekre még állami gondozásban maradjanak. Ezért szeretném, ha püspök elnézést, a illetőre való tekintettel az írásból vastag fekete fircel kihúzódna. Jó, most csak elmondtad, hogy a Hegedű Szolán püspök úrnak a családjáról van szó. Én azt mondom, hogy a Hegedű Szolán püspök úr egy rendkívül tisztességes hazafi volt, aki okos is volt, sok nyelvet tudott, nekem is sokat segített, jó barátságban voltam vele. Hát a gyerekei szerintem most próbálnak fölnőni a feladathoz, ami most rájuk maradt. Tehát nekem is voltak ott különböző ilyen nem egyetértésem, de azt mondom, hogy nem érdemes erről az oldalról megközelíteni az okaz, és ő bízni kell bennük, hogy szóval, hogy most átveszik a Hegedű Szolának a szerepét. Egyébként a kis Lóri, hát azért elég nagy csatákban most már elég régen részt vesz, és nem tudom, mikor volt ez. Egy plébánosnak a feladata az emberek közötti visszáig ki. Református, de figyelj, ez mikor volt, amikor neked szóval nem tudtál szót érteni, de egyébként azon se lehet csodálkozni, mert ha így nem mondod el a gyerekkod, akkor nem lehet érteni, hogy miért mondod. Szóval azért nem értem, mondtam. Kértelek meg, hogy mondd el. Tehát te végig mentél egy úton, ebben nagyon fontos volt az a kis csirke, és hidd el, hogy meghatározottak. És most így látod a dolgokat. Ő nem ezen az úton ment végig, másképp látja a dolgokat. Tehát emberek sajnos ilyen 6-7 szempont alapján nézik a világot, mert annyi csatorna jön be az agyukba az információ, tehát így működik az agy, és ezt nagyon nehéz ezen túlépni. Tehát elég az, hogy jön egy új szempontot, ami lehet, hogy sokkal jobb, mint az előző hét, tudod, a másik nem tudja fölvenni. Most vannak erre technikák, itt tanultam is egy előadás, de vannak ilyen elemi problémák, ez majd máskor. Hát én most nagyon szépen megköszönöm neked, hogy itt elmondtad, amit elmondtál. Nagyon lényeges. És azt szeretném kérni, hogy azok ki, hogy most itt adsz egy újságot, mert azokban, hogy hol lehet a te újságodhoz hozzáférni, a másik, hogy mondd el egyszerűen, hogy milyen telefonon tud megtalálni az, aki fel akarja veled venni a kapcsolatot. Az egyetlen kapcsolat, ami jelen pillanatban, az egyetlen kapcsolat, ami jelen pillanatban összeköt az emberiséggel, az emberekkel, az a telefonszámom 0630 368 95-ös 97-es szám. Nagyon szeretném, ha a segíteni akarók
megkeresnének, de a rombolni, gyújtogatni, pusztítani akarók kerüljönek, mert én gyűlölöm az erőszakot. Én nagyon lényeges dolgot szeretnék jó tanácsként elmondani, és ez az előbb elhangzottban is talán egy megoldás, mert elég, ha valaki közli, hogy kitájékoztatta félre. Például Gálvölgyi művész úr a hibáját helyrehozhatná talán úgy is, hogy egy rádió paródiáját esetleg tévében is, például a Heti Hetesben is nyilvánosságra hoznának, ahol elkövette azt a nagyon súlyos hibát, amivel nagyon komolyan magára haragított embereket, pedig tudom, hogy egy jó magyar ember, és félrevezették. Nagyon szeretném, ha a Pillangó és Buzgár rádióparódiáját előadná. Higgyel, Gálvölgyi úr, ha ezt a paródiát előadja, lezárult az a nagyon komoly vitáshelyzet, mert mikor ön nyilatkozta, hogy 30-40 idegbeteg ember rángatózik a Kossuth téren, akkor nagyon komoly dolgokkal indultak el vidékiek. És köszönjem, hogy tudomást szereztem róla. Szeretném, ha nem bántanák a vidékieket, és a vidéki paraszt gyereke is esetleg pár hetes korától folyamatosan úszni tanulhatna, nem csak úgy tanulhatna úszni a gyerek, hogy a bátyja a tónál bedobja a gyereket, ha épp meg akar fulladni, kimenti. Mert másképpen tanul meg úszni az, aki az anyaméből kikerülve, természetes közegben úszik, bezáró torlukkal, füllukkal, mint akit bedobnak a vízbe, és görcsösen az életéért kapaszkodik. Köszönöm a szót! Hát akkor én is köszönöm nekem, és hát reméljük, hogy túléljük ezt az adást. A másik az, hogy tekintsék mitának az emberek, hogy vannak, akik harcolnak. Te hány éves vagy most? 48. 48. Én meg már 70 voltam, még mindig élünk, már többször megpróbáltak engem is érteni lábbalót. Hát a macska is veszélyben, amikor átmegy a közutakon, tudod, de át kell menni, hát igyekezik el életben maradni. De a macska lehozza a kölykét a padlásról, és a megbízható, tisztelt gazdája láb elé teszi le, mert tudja, hogy még ő elmegy egerészni, hogy az életben tudja tartani a kis kölykét, addig a bakmacska megeszi, nem csak ételnek tekintve, hanem az ellenfelének tekintett kicsit, ebből kifolyólag. Jó, most nem akarok a macskákról részletesebben, de az, hogy tehát mindenki állandóan veszélyben van, de az is, aki rosszat csinál, higgyék el, az is veszélyben van, mert én biztos vagyok benne, hogy ezeket a hazárókat, akik azt csinálják, ami történik, azok a szőt fogják a végén korcolni. Tudod mit, kapával, kaszával agyonverik őket, én nem biztatok erre senkit, remélem, hogy ez nem fog megtörténni. Jobban örülnék őket egyszer csak, hogy halálra ítélnek, tudod, a bíróságon, vagy életfogytiglanra. Én a halálra ítéléssel bánnám, mert naponta több mint 100-al fogy a magyar lakosság, azért, mert ők meggyilkolják őket ezzel, hogy konyhasó helyett kálisóvá tetik őket. Ez a halálbüntetés azért nem jó, mert akkor... A hágai bíróságra tartozik, amit csinálnak. Semmi ahhoz képest, hogy nem tudom, 10-15 ember meghal egy katasztrófában, érted? Ehhez képest semmi, naponta több mint 100 ember nyomorultó rákban, mint a fetrengbe elpusztul. A gyerekek nyomorékok. Amikor ők tudják, hogy szívra állítva a kálium túladagolás, akkor nem azt csinálják, hogy tudod, ezt megszüntetik, hanem kitesznek mindenhol az utca sarokra a defibrillátort, és gondolom, hogy nem az a megoldás, hanem hogy ne egyék túl a káliumot, ami szívritmus zavart. Na jó, köszönöm, elbúcsúztunk még egyszer akkor. Isten áldását, és köszönöm a szót!